Mi a helyzet, fiúk, lányok, üdv mindenkinek újra a Star Wars Empire csatornán, én Tamás vagyok, a mai videónk középpontjában pedig nem más lesz, mint ez a kis csöpség. Na vágjunk bele! Megtisztelnének, ha csatlakoznának. Már a The Mandalorian indulása óta kíséri fejvadászunkat, Din Djarint egy apró Yoda fajába tartozó csecsemő, aki mellesleg alig múlt 50 éves. A készítők eddig csak a gyermekként hivatkoztak rá, illetve rajongói berkeken belül elterjedt a Baby Yoda megnevezés. Egészen a második évad 5. részéig a gyermekről csak annyit tudtunk, hogy Yoda fajába tartozik és hogy erőérzékeny. Hát mindez most megváltozott, Ahsokának hála, ugyanis megtudtuk, hogy a Coruscanti Jedi templomban nevelkedett, az idők során több Jedi mester is tanította, hogy 22 éves korában a Jedi tisztogatás előtt valaki elhozta, és megtudtuk a nevét. Baby Yoda neve Grogu. Ezen kívül azt is megtudtuk Ahsokától, hogy Grogunak el kellett nyomnia magában a képességeit, hogy rejtve maradjon a birodalom figyelő szemei elől. Adódik a kérdés, hogy ki hozta előt a templomból, és milyen szándékkal? Ebben egyébként a Star Wars Empire csapatán belül sem értünk teljesen egyet. Van, aki szerint egyértelműen egy Jedi hostel, lehet, hogy egy ott dolgozó polgár, talán maga Darth Vader kímélte meg az életét és hagyta valakinek, hogy elvigye. Vagy az Inquisitor programból loptál valaki? Vagy Palpatine-nak voltak vele tervei? Egyelőre ezek a kérdések még megválaszolásra várnak. Annyi viszont biztos, hogy Grogu története jövő hét pénteken fog folytatódni, ahol reményeink szerint már láthatjuk a Jedi ősi világát, a Titant is, amivel kapcsolatban hamarosan érkezünk egy külön videóval. Ez a videó ennyi lett volna mára, de még mielőtt elmennél, írd le, hogy te mit gondolsz, ki és miért vitte el Grogut a templomból. Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot. Elkészült a csatorna Patreon oldala, szóval ha tetszik neked a munkám, és úgy gondolod, támogass bátran havonta egy kávé árával. Cserébe megjelenítelek a videóim végén, és hozzáférést biztosítok a Patreon oldalam rejtett tartalmaihoz. Ha te is nagy rajongó vagy, és szívesen csatlakoznál a csatornához támogató munkatársként, vedd fel velem a kapcsolatot e-mailben vagy messengeren. Ha még nem tetted volna meg, iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el benyomni a csengőt, mert különben nem kapsz értesítést a legújabb tartalmaimról. Ezen felül kövess Facebookon, Instagramon, Twitteren és blogon. Az erő legyen veletek. Sziasztok!